8 pontot szerzett és nem kapott ki a bajnokság első 4 meccsén a Viktória. Azóta viszont 5 vereséget szenvedett a Simply Ligában és a kupából is kiesett. A legfájóbb talán a múlt heti szekszárdi fiaskó volt, ahol 7 gólt kaptak, így nem volt egyszerű a felkészülése a szombathelyieknek a Szent Mihály ellen. Arra vagyok nagyon büszke, amit a lányok az elmúlt héten megoldásként kerestek, és amennyi dolgoztak azon, hogy átfordítsák a magukban a dolgokat, szembenézzenek a hibáikkal, és megbeszéltük azt, hogy azért nincs olyan játékos a föld kerekségen, aki ne kapott volna ennyi gólt, vagy ne futott volna bele ilyen mérkőzésekbe. Nagyon jól összeszedték magukat, rendbeszedték magukat, mi pedig természetesen partnerek voltunk, hiszen akkor is a mi csapatunk, ha nyerünk 3 góllal, meg akkor is a mi csapatunk, ha veszítünk 7-tel. Ez egy közös munka volt a héten, de azt gondolom, hogy meg lett az eredménye. A szegediek viszont jó paszban vannak. A legutóbbi 4 meccsükből 3-at megnyertek, ami azért is fontos volt számukra, mert mindkét sereghajtót legyőzték, így most már tényleg csak előre kell tekinteniük a tabellán. Ráadásul a fehérmezett szegediek számára a mérkőzés álomszerűen kezdődött. Egy tudatos szögletvariáció után Sara Simonovic révén már a 8. percben megszerezték a vezetést a Haladás stadionban. Igazából ez így volt megbeszélve, hogy én átlépem a labdát, a csapattársam, aki pattonon pedig érkezett és berúgta. Az volt a tervünk, hogy az 5. helyet biztosítsuk be majd fél szezonba. Büszke vagyok a csapattársamra, mert szerintem mindenki kitette a szívét a pályára. Kellett egy kis idő a szombathelyieknek, hogy magukhoz térjenek, mert a vendégek határozottan védekeztek, és a kellett a taktikai faltoktól sem riadtak vissza. De amilyen váratlanul megszerezte a vezetést a Szent Mihály, ugyanolyan váratlanul egyenlített a Viktória. A félidő derekán Hét Zsuzsa végezhetett el szabadrugást, a beévelésére ugyan többen is mozdultak, de a labdához senki nem ért hozzá. Az pedig kikötött a hosszú sarokban. Azt éreztem, hogy itt nem nyerhet ma a Szent Mihály, és csak a mi akaratunk érvényesült. Hajtani kellett bőven, semmi nem volt eldöntve igazából. Ugyanúgy menni kellett, hogy rárugjunk még egy gólt. A folytatásban inkább a küzdelem dominált, bár mindkét oldalon volt dolga a kapusoknak, több gólt már nem láthatott az első félidőben a szombathelyi közönség. Tudtuk, hogy erős ellenfél lesz, és igyekeztünk sok viccert kialakítani. Tudtuk, hogy nagyjából hogy fognak felállni majd, és erre készültünk. A második játékrészt a hazaiak kezdték jobban, és a 66. percben megfordították a meccset. Sajti buktatta a 16-oson belül Varót, a 11-es pedig Kovács Virág értékesítette. Krisztovics ugyan rajta volt a labdán, de nem tudta kiütni, így a félidő közepén előnybe került a Viktória. Elkerülhető gólokat kaptunk, tehát ilyen hibákból nem szabad gólokat kapni, mind az első, mind a második. A 11-est azt nem is értettem, hogy kifele viszi a kislány szögletzászló fele, és hátulról belegyalogjuk a földbe, teljesen feleslegesen. Sikerült kiharcolni a 11-est, és úgy éreztem, hogy oda kell állnom, és szerencsére sikerült betalálnom. Küzdös és nehéz mérkőzésre számítottunk természetesen, mert Szeged ellen mindig nehéz, akár itthon, akár idegenben. Úgy jöttünk ki, hogy szeretnénk javítani, hiszen az elmúlt hetek nem úgy sikerültek, ahogy szerettük volna. Az utolsó 20 percben a Szent Mihály mindent megtett az egyenlítésért, de ezúttal szerencséjük sem volt. Elsősorban a pontrugásaik után alakult ki veszély a szombathelyi kapu előtt, de a szezonban első meccsét játszó Dobónagy Boglárka kapust a kellett a kapufa is kisegítette. A 80. percben Hét ugrott ki a bal oldalon, Marjanovic buktatta. A szegedi játékosnak volt már egy sárga lapja, és miután megkapta a másodikat, ez azt jelentette, hogy 10 emberrel fejezik be a vendégek a meccset. A meccs hajrájában Kislantos megadhatta volna a kegyelemdöfést, ám a labdája elakadt a blokkban. Maradt így a 2-1, vagyis augusztus 31-e után nyert újra a Viktória bajnokságban. Szeretjük a keretes szerkezetet, jól kezdtük a bajnokságot, szeretnénk jól befejezni, de nekem ez volt a legfontosabb, hogy megtaláljuk újra a tartásunkat, az önbecsülésünket, az önbizalmunkat, és higgyék el, hogy jó játékosok, és hogy tényleg jó teljesítményre képesek. Bíztam bennük végig, tehát láttam bennük azt a fajta mentalitást, azt a harci szellemet,
ami azért mindig is jellemezte őket, de nem mindig jött elő ilyen bátorsággal és ilyen vállalkozó kedvel, úgyhogy éreztem bennük azért a mai nap, hogy meg lehet a győzelem. A második fél időben volt egy jó periódus, amikor 3 kapufát tudtunk rúgni. Igazságosabb lett volna a döntetlen, de ez van, nem tudunk mit csinálni, mert a Fortuna visszadott a múlt héten, meg illetve előtte héten velünk volt, most a haladással van. Egy hét múlva mindkét csapatra a bajnoki döntőbe vágyó fővárosi együttes vár. A szegediek az FTC-t fogadják, míg a Viktória az MTK-hoz utazik.